Ilyen modern műfűves sportpályán mozoghatnak a jövőben az Encsencsi százszor szép óvodába járó gyermekek. Az intézmény belső terének egyes részei is megváltoztak, valamint új eszközök is helyet kaptak benne. A legszembetűnőbb változás azonban az épület külsején látszik, ami jelentős felújítást és energetikai korszerűsítést végeztek. Az óvodai beruházás során az épület teljes körű szigetelést kapott, energetikai korszerűsítést hajtottunk végre. Épületgépészeti felújítások zajlottak, megtörtént a cserépfödémnek a cseréje, a nyilázárók cserére kerültek. Ezen kívül különböző eszközök is kerültek beszerzésre, a gyerekeknek egy nagyon szép udvari sportpályát is ki tudtunk alakítani. Simon Miklós országgyűlési képviselő arról beszélt, nevelési és oktatási intézmények felújítására, valamint építésére az elmúlt 7 évben rekordmennyiségű forrás jutott a térségben. Óvoda és bölcsőde fejlesztésre a Nyírbátori választókerületben 23 programban összesen 5 milliárd forint értékű forrás érkezett ebben a ciklusban. Ez a 23 program és ez az 5 milliárd forint, ez nagyon nagy pénz. Ha 33 települést veszük figyelembe, akkor elmondhatjuk, kedves encsencsiek, kedves vendégek, hogy majdnem minden településen megújult az óvoda, illetve bölcsődét építettünk. Ez a frissen kiépített csapadékvíz elvezető régi problémát oldhat meg Encsencs főutcáján. Korábban a több napig tartó esőzések után gyakori volt a belvíz ezeken a területeken, a régi járdalapos megoldás pedig folyamatos javításra szorult. Mint azt az európai fejlesztés politikáért felelős államtitkár elmondta, a fejlesztésekkel Encsencs kiszámítható jövőt alapoz meg, és biztonságot ad a helyieknek. A beruházások tehát megvédik az itt élőket, megvédik az itt élők értékeit, és azt gondolom, hogyha erre a csapadékvizelvezető fejlesztésre gondolunk, elsősorban erre kell, hogy gondoljunk. Illetve arra is, hogyha Encsencsen fejlesztünk, az rögtön itt hasznosul helyben, az itt élők számára jelent előnyöket, de egyben bekerül a magyar gazdaság vérkeringésébe is. Így azt gondolom, hogy minden egyes fejlesztés teljes Magyarország számára hasznot hajt. Ezt kell látnunk ebben. Encsencsen egy harmadik fejlesztés is megvalósult a közelmúltban. A település főző konyhájában új eszközök segítik az óvodások, iskolások és a helyben élők ellátását. A beruházások megvalósítására a község összesen mintegy 240 millió forint európai uniós és hazai támogatást kapott.